Szevasztok, srácok! Kezdjük imáron hatodik alkalommal a diablózást. Most, hogy már végigjátszottuk a sztorit, mehet minden, ami eddig még nem volt. És hogy mi mind nem volt eddig? Hát ezt összefoglaltam nektek legutóbb, de most is elmondom nagyon szívesen. Nézzünk el majd valami frankó példát, bár megmondom őszintén, amúgy a mostani is amúgy tetszik, tehát hogy akár ezzel is tudunk játszani, amivel legyőztük a Lilithet. Ehhez nézegethetnénk Legendary Power-öket, maxolhatnánk a területeket abból, tehát hogy úgy maxolhatnánk a területeket, hogy összeszedjük ezt a hármat, amit talán itt inkább jobban láttok, ennél a pontnál. Nem a Havazánál, a Kajistánnál, tehát lehetne skill pontunk, plusz skill pontunk, potion capacity-nk és még plusz skill pontunk, ezeket érdemes lenne összeszednünk. Aztán pedig mehetne majd a Vörtir 3 Nightmare unlockolása is. Úgyhogy, hát van még teendő. De a sztorinak már vége. Bevallom, elcsábultam a Diablo 4 irányába, így kezdetét vettem nekem az első Diablokan. Hoppácska, partipi! Na, jó szórakozás, és ugye kérdés van, csak nyugodtan. Csak nyugodtan. Hát ezt cseréljük. Ez 10 szinttel nagyobb. Ez nem is kérdés. Igen, ezt a 20-as sapkát is amúgy jó lenne lecserélni, annyi, hogy nincsen dik, de creepifyunk azon, de amúgy az például ad lighting resistet. Cooldown reduction nincs rajta, de az se baj amúgy. Az se baj amúgy. Na, azon például van dik creepify. Az egy kicsit jobb van, de amúgy statokban így nem. Lehetne akár jobb cipellőm is. Poison resistance, cold resistance. Ja, nagyon jól néz ki a vérgólem. Nagyon frankó. Hát ezt a legendary amulettet, ezt nem tudom lehet cserélni. Belefutottam az Oblivionba egy tök jó küldetésbe. Ajjaj. Szegény Oblivion, belefutottam egy jó kis küldetésbe, de hát itt a Diablo Veldorf, úgyhogy sajnos nem tudott folytatni. Jobbulásokat amúgy, multi. Nagyobbulást minden betegeskedőnek. Most már ugye ki lehetne vonni itt a dolgokat. Blood Orbot tudna spónolni, hogyha korpszt konzumálunk. Az amúgy akár a buildünkben jó is, mert elég sok korpszt konzumálunk és generálunk is. Tehát ez amúgy akár egy olyan dolog, amit így használni is lehetne. Ezt ide kiteszem. Most éppen azt csináljuk, hogy mit lehetne felhasználni ehhez a buildhez. Armor stackelés érdekes, de nem tartom annyira hasznosnak per pill. Ignorálhatunk távoli enemik sebzését is. A Blood Mist trigger elődik Corpse Explosion-nél, ezt ugye ezt nem. Viszont ezen a kesztyűn van plusz egy rankos Blight. A jelenlegi meg Bone Spear, viszont Shadow Damage Overtime van a mostanin, ezen meg Crit Strike Chance. Nem tudom, hogy például a dotok azok tudnak-e kritelni. Ti emlékeztek erre? Én úgy tudom, hogy a dotok azok nem tudnak kritelni. Úgyhogy... ezt nem vesszük át egyelőre. És miért nem vesszük át, valószínűleg nagy valószínűséggel betörés lesz. Betörés lesz, legalábbis, hogy begyűjtjük majd a power-t. Elite damage-elés adhat barriert, és ez az effekt 30 szekenként történt meg. 341 sebzést tudunk levédeni. Bone Storm és Blood Wave, hát ugye ez se játszik.
Bone Prison sem játszik. Nem tud kritálni adatok, és köszi. Köszi, köszi. Köszi, Kino. A Bone Storm megint nem játszik. Amíg nem vagyok... Ha úgy ütnek meg, hogy nem vagyok healthy, akkor... jön körénk a Magic Bubble, ugye ez az a cucc, ami a nyakláncunkon is rajta van, tehát ez amúgy hasznos lehet, hogyha kivonjuk a Legendary Power-t, ezt is ide tesszük. Már csak két torony van hátra a Zelda-ba és kezdődhet a Shrine Puzzle móka. Wow, Connor! Wow! Nyomod neki! Ne is mondd, egy kicsit szomorú vagyok, hogy én most a héten háttérbe szorítottam, de jövő héten mindenféleképpen csapatjuk. Amíg unstoppable-ök vagyunk, és a kövi négyszekre rákapunk, 10% movement speedet és átmentünk az enemiken. Ez pont a Corpse Tendril-es Legendary Power, amúgy ez biztos nagyon király lehet. Azért kivesszük ezt, srácok, hogy megmutassam nektek, hogy hogy néz ki ez az item. Minden egyes alkalommal, amikor a szemönnyeink megcsapnak egy enemit, kapnak 10% attack speedet. Ez amúgy jöhetne. A basic skill attack speed az annyira nem érdekel minket, ez viszont jöhetne. Viszont ezen tetszik az a Shadow Damage Overtime Enemies, az nagyon tetszik. De amúgy ez is jó, hát ezt is kivesszük. Ez az egy helyben rózs dolog. Ez a heal elős shield. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Köszi szépen, Investigator. Köszi szépen a támogatásodat. És Our modest fellowship expands. Használd jól azt a lovat. Köszi szépen. Hát nincs jó idő, Petra, kint az biztos. Legalábbis nálunk. Bone Stormos sapka. Ez is ugye a bubis. A bubisat kirakjuk, bubis naci. Ez ugyanaz a aspekt, csak erősebb. De a fegyver maga meg gyengébb. Nem baj. Ha elpusztal a Bone Prison, 5 damage-et nyom körülötte maga körül. Na, jobb drop farmalás, srácok. Köszi szépen, Investigator. Köszi, köszi. Hoppá. Nem ezt akartuk. Azt akartam megnézni, hogy hány százalékot kaphat összesen, de akkor... Ezt nem tudom. Nem tudom így megnézni. Na, szóval ez! Ez hogy tetszik nektek? Konkrétan egy gerinc. Egy gerinc darab van a karakterünk kezében. Nincs ebben semmi meglepő, a könyvfetet minden évben elárasztja egy-két zápor. Ja, nálunk is nagyon csúnya az idő. Elég jó, és főleg, hogyha még össze tudunk rakni egy jó kis szetet, hát akkor aztán meg pláne jó. Ez a headstone, ez az, hogyha meghalunk, akkor hogy nézzen ki a sírunk? Ez azt jelenteni amúgy? Jó, ez akkor megy vissza. És akkor ezzel kéne kezdeni valamit. Azt mondja, hogy ezt például a sapkába be lehetne rakni. Nem egy
Nem egy izé, rohadt jó sapkáról beszélünk, de sapka. Na nézzük, nem csináltunk még ilyet, úgyhogy itt az ideje. Mármint a bétába csináltunk ilyet. De azóta nem. Ja, mondd el nekem az extraktálásról és az imprintálásról a dolgokat. Most a Legendary-ról beszél. The process will break down the original object, leaving behind the pure aspect of its mystical power. Szétszedi az eredeti tárgyat, de az aspekt már marad. Ripping the soul from one body and transferring it to another. Not that I would ever dream of such a thing. Certainly not within earshot of the cathedral. Hát ugye ezt nyilván tudtuk, de meg akartam csinálni a questet. Ez te a. Ja, először szét kell szedjük. Minimum attack speed, healing received. Na várjál. Az amúgy a gond. Vagy lehet, hogy nem is ezt kéne szétszedjük. Mert ennek amúgy tetszik. Tehát minimum attack speed. Damage reduction csökkentés a close enemy-től és summoning skill damage 4,5%, tehát ugye ez szerintem tök jó. Így most elvesztettük ezt a bubble-t, viszont le tudjuk szedni a bubble-t, nem tudom amúgy, hogy pontosan mit szedünk le. Tehát ezen 4 szek van, azon meg 5 szek. Mondjuk ha leszedjük, akkor 4 szek marad vajon? Hoppá. Azt mondja, hogy extraktálás. 4 szekes lesz. Ha arról szedjük le, az meg 6 szek lesz. Hogy leszedhetnénk arról is a 6,8-at? De az a gond, hogy annak egy sokkal jobb, tehát ennek az aspektnek, amit leszedünk, ez a 6,8-as, ennek egy sokkal jobb itembe kell kerülnie. Tehát itt van ez az 5-ös, ezt leszedjük, és akkor lesz belőle egy 5-ös, oké. Okay. Ha amuletre tesszük, akkor a power-je nő 50%-kal. Ó, értem, tehát akkor ebből akár 10-es is lehetne, hogyha nyakláncként használom, és ez mit mond? Ha amulett, aha, tehát az amuletten ez a power sokkal erősebb, értem. Hát igazából nekem most így elsőnek, első blikre ez, amit most csinálunk, ez így megfelel. Jó. Leszedjük, és akkor ebből 4 szekes lesz. Tehát akkor ez az 5 szekes, ez nagyon jó. Ez pedig gyenge, mert hogy ez 3,4-es amúgy. Jó, én azt hittem, hogy ez így brutál, de akkor nem brutál. Szóval fogjuk a 4-eset, 12 000-ért extraktoljuk. Így tönkrement az item, viszont itt van belőle az aspect. Itt van belőle az aspect, amit imprinttel bele tudunk tenni ebben. És ugye nem Codex of Power-t használunk, hanem az aspektet az inventoringból, és akkor ott van, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen sapka lesz, szoketes, és rajta lesz imprintelve ez a buborékos cucc. És egyetlen egy ilyen veil kristályba fog kerülni ez a művelet. Ez miért jó? Hát azt nem gondoltam, hogy a kinézetet átalakítja azt a rohadt, azt a meg a rohadt. Na várjatok, ez nem egy túl reagált dolog, amit most itt előadtam nektek. Ez konkrétan a ho-ho meg az uhú. Hát mindjárt leesik az arcotok, meg minden, az állatok is vele együtt. Oké. Okay. Ez aztán nekrósapka. Szóval gondoltam, hogy megmutatom nektek ezt, hogy ez így hogy működik. Hát ha eddig nem vágtátok, hogy az extraktálás meg az imprintálás az így hogy működik. Nyilván ez
Ezt már nem lehet kivonni. És akkor mit akartunk? Egy fegyvert akarunk, amivel ez a summoning, ez jó lesz. Oké. Okay. Tehát akkor mindjárt megcsináljuk. Menő, igaz? Amúgy akár oda is bele tudjuk tenni, ez mindjárt kiderül. Az zavar, persze nyilván ez egy vele járó dolog, hogy a legendary, amikből extraktáljuk a power-t, azokat nem tudjuk előtte betörni. Azt mondja, hogy kétkezes fegyveren ez a power 200%. Az jó, mert akkor rárakjuk egy kétkezes fegyverre. Mit szóltak? Keresnünk kell egy jó kétkezes fegyvert, és akkor ezt a power-t ezt rápattintjuk, és akkor az attack speed az olyan lesz, hogy csú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 c
Oké, ez így már rá is került. Az Options Gameplay-be kapcsolatban az Advanced Tooltip Compare-t és az Advanced Tooltip Comparison opciókat... Ó! Tényleg, hát azt láttam is annó, viszont nyilván az elején feleslegesnek tartottam. Köszi szépen! Köszi szépen! Ja, hát most ezt nyilván nem fogja kiírni. Ja, és ott vannak a százalékok. 15 és 30 között lehet. Aha, zsír. Köszi, exploits. Mindjárt jön a world boss. Igen? Az, hogy kell? Hol kell? Az? Látom, oda megyünk akkor. Menjünk meghalni, mit szóltok? A vörbosszok péntek és hétfő között vannak, erről nekem sajnos nincs infom, szóval ha tudtok valamit, csak nyugodtan ne tartsátok magatokban. Kaphatsz egy invet? Hogy a fenében, nem? Ez a Kick from the Clan, ez az lesz? Sok sikert, köszi. Az igen, Neomer 52-es. Neomer megtolta. Ez most az. Ott nem a malnok van. Én nem tudom, Neomer, ne haragudj. Erre nem merek rányomni. Malnok az Kyobastnál van, emlékeim szerint. Ja, meg akartad mutatni, hogy a malnokot hogy rakod inasba? Ja. Hát ez hihetetlen. Kár, hogy nem tudok stunolni. Apukám közben ide rakta a izét. Hoppá, te jól láttam, hogy mutogattad itt a szárnyaidat? Nem, már. Köszi, köszi, ez lesz az első world boss, amit így látok. Persze videóban már láttam world boss, de így nem néztem meg annyira. Na várj, nem is erre kell menni? Édes Istenem. Szia Neomer, hello! Így írni fogja az összehasonlításnál azt, hogy mit vesztesz, ha leváltod az itemet. Ja, azt néztem, az tök jó, nem csak a statokat írja. Apukád, de nem tudja neked lenerfelni a world boss-t, amíg megölöd? De az rögtön nerfelve lesz. Úgy fogunk rámenni.
nézek, hát az ametiszteket itt dobálják. Ez konkrétan Neomer a goblin? Ja, azt hittem Neomer dobálta. Nem, a szány volt. Valamit ott csináltál, pedig láttam. Még mennyi időnk van vajon? Hol van most a boss? Itt a Tarsarak fölött. Fél szekésön. Csubi! Csubi team! Csubi! Tizennégy szekés kezdődik. Apa kezdődik! Ó, Neomer mágus, ahogy látom. Jól van, itt csak ilyen béna 52-esek vannak. Te rugó vagy? Én mágusnak láttalak, igazad van, ez tényleg egy rugó. Nagy szakértője vagyok a dolgoknak. Avarice. Hú, de jó! Hú-hú! Ő a izé, aki a goblinoknál van, nem? Úgy elment a kép, hogy azt sem tudtam, hogy hol vagyok. Wow, de rohadt menő amúgy ez. Van, hogy negyed óránk van amúgy megölni, szerintem nagyon jól haladunk. Az probléma. Jók vagyunk, nem srácok? Szia, Ben. Aztán se
került aztán. És jönnek a gobók! Hiszem, hogy valaki olyan rohadt menő, hogy közben még goblint is öl közben, én nem vagyok az. Valakinek föl van rakva a recount, srácok? Lássam, mekkora az akkora? Au. Az, hogy így izé, keresgetnem kell, hogy hol a csontváz. Ez így írtó szívás. Ez így írtó szívás. Arra is rá kell feküdnöm. Az egyesre meg a kettesre rá kell feküdnöm, az jó lesz. Leszívassatok. Jézus! Na köszi amúgy az infót. Bám! Kár, hogy Wörthy regyen voltunk. Nem baj. Szóval megöltük a... izét. Azt a World Boss-t. Aki ugye benne volt a Diablo 3-ba is. A puzzle ringes boss-t öltük meg. Lehet-e csatlakozni a klánba? Persze. Köszi srácok, köszi, köszi. Ja, hogy a world boss-ölés az 5-öt ér. Ja, és akkor itt ott írja, hogy mit vesztünk. Tök király. Tök király. Aha, ez ő volt, ez az a boss volt, igen, igen. Ezt az emotet vette meg a klánén? Na figyelek, figyelek, na, mert nyomasd. Figyelek. Hoppá, belefújt a képernyőbe. Nagyon elkényeztetsz még, hogy World Boss-t is mutatsz? Wow! Wow, hát ez nagyon menő, Neomer. Elvileg account megy a klánba, nem karakter, Valdor. Azt mondja, hogy 37%-kal nő a Shadow Damage azokra, akiken van Decreepy Fire és Iron Maiden is. Wow. Ez amúgy elég zsír ez a gyűrű.
Na jól van, milyen időközönként van World Boss egyébként, srácok? Van erre valami timer, vagy érdemes, hogy érdemes ezt figyelni? Ti hogy nézegetitek ezeket, hogy mikor lesz World Boss? 3 óránként, aha, tehát akkor majd 5-kor lesz a kövő. Jó, hát akkor 5-kor elmegyünk a World Boss-ra. Eddig azt hittem csak este van. Bétában volt csak este. Bétában volt nem tudom hány óránként este. Na hát ez most itt nagyon király. Szia Batidor, szevasztok srácok. Ne felejtjétek, a dropokat tudtok gyűjteni, illetve hogyha támogatni szeretnétek a csatornát 2 feliratkozás ajándékozással, akkor pedig még egy mountot is bezsebelhettek. Nagyon ritka a magyar csatorna, ahol ilyen mountra tehettek szert, de nálam lehet. Mutatni fogja a térkép? Ja persze, csak hát annyi mindent mutat a térkép, hogy azt tudtam, hogy hol állok fejjel, meg ilyenek. Na nézzük! Mit kéne csinálnunk? Hát biztos, hogy nem fogunk belekezdeni. A Modest Fellowship expands. Praise the sun. A Fractured Peaks-be, mert az XP-t ad és goldot, az így annyira nem izgat, viszont a Dry Steps maxolásban abban annál inkább. A Modest Fellowship expands. Praise the sun. Skoz Glen az meg még közelebb van, úgyhogy azt fogjuk akkor nyomni, srácok. Ben, köszi szépen a támogatásodat, a 2 ajándékot, méghozzá Patricknak és Stroden Drake-nek. Én köszi, hogy jöttél, Neomer, köszi szépen. Na, azt mondja, hogy Skoz Glen, na oda megyünk. A Modest Fellowship expands. Praise the sun. Wow, Warhash, remélem jól mondom a neved, vagy Warhash. Köszi szépen az ajándékot neked is, Noriansnek és Gerovincsónak. Köszi. Srácok, peregjenek a szövegek, mind Bennek, mind Warhash-nek. Azt mondja, hogy ott vannak ilyen mellékküldetések, aha. Jó. Azért az érdekes, hogy a max item level mindenen 800 item power, micsoda. Százon, 800-as item level, igen, 800-as item power-on vannak százon a cuccok? Ó, köszi, ez egy jó info. Amúgy legendary power-okat kéne néznünk. De elcsábultam. Elcsábultam, hogy mellékküldetést csinálunk gyorsan. Jaj, World Tier 2-re át kéne mennünk, igaz? Mondjuk akkor lehet, hogy inasba rakott volna minket a World Boss. És kellene... konzuméből is. Jó, akkor megcsináljuk ezt a questet, és akkor följebb rakjuk, meg megcsináljuk a potit is. Mindkét gombot nyomva tartom. Akkor a hullámból sose lesz Corpse Explosion. De ott csinált egyet, de nem tudom mi alapján. Nem, de érdekes. World Tier 2-n 2.30 maradt az időben. Nem fájt jobban, de lassabban ment, aha. De is a mod birdie. Ezek szerint no. The Goatmen. Nyomod? Na, hajrá! The others were taken... to the tunnels.
land was once safe, but now... Reggel 8-tól csapatod a... Péntek reggel 8-tól? Wow. De Chelsea, én egész sztori alatt nem kaptam ennyi legót. Apukám a Blizzardnál is dolgozik, tudjátok. Füstjelek, na oda kell visszamenjünk. Diáromban meg nagyon finom a loot belőle. Hát az, az még odébb van, te már öltett ír 3-on Neomer. Csak napi 2-3 órákat per nap, szóval nem tartok túl messze, level 47, most tartom a 48-at. Hoppácskán. Damn, the tunnels the farmer mentioned must be the domain tunnels. If the goatmen are taking prisoners there, that's like... Na ragudjatok, srácok. Most már skipeljük ezeket a dolgokat. What? Így, hogy elértük az endgame-et, úgyhogy ezeket most már nem fogjuk így elolvasni. Én most töltem tier 3-on, eset 2 Sacred Lego. Az miben más, mint egy sima Lego. Ja, amúgy azt nem mondtam, akartam, de most már nyugodtan mesélhettek a játékról. Szerintem most már úgyis csak ilyen endgame dolgok vannak. Most már nyugodtan fogok tudni spoilereket is olvasni. Nagyobb a kastartok, aha. Ez a gombnyomvatartás a részkeletonnál máshogy működik, ez folyamatosan megzabálja az összes hullát. Ez nagyon fura ez a gombnyomvatartás. Nézőktől szívjál a lákot. Te vagy már egy lák elszívás, Konix. Tehát a prisoner-öket kell kiszabadítanunk. Ez így, hogy nyomva tartom, ez így spameli amúgy a részkeleton. Amin áthúzom az egeret, de fura. Aha. Nagyon fura ez a gombnyomva tartás. Továbbra is csak azt tudom mondani. Pont a letárés shrine jött, azt amúgy a dotokkal nem tudunk semmit sem csinálni. Rázsat is mutatod majd Steambe valamikor? Pont ebéd előtt mutattam, hogy milyen.
Én úgy vettem észre, hogy a skacoknak nagyon tetszett így a nekróhoz képest. Raise the sun. Érezhetően, hogy is mondjam, egyszerűbb volt. Kicsit hosszabban? Nem. Nem hiszem, hogy... Én nekrózni tervezek. Vega, köszi szépen a két ajándékot neked is. Köszi szépen. Peregjenek srácok a szfegek Vegának. És köszi szépen Mihálynak és Happy Meal menünek az ajándékot. Gratula a paripához. Srácok, hogyha ti is akartok nagyon különleges paripát, akkor elég két ajándékozást bedobni a csatornára. Tényleg amúgy azt mondom, meg sem mutattam nektek, hogy milyen. Mármint, hogy így ingém. A paripa egyébként július elejéig lesz, szóval ha esetleg most nem is, de később is meg tudjátok szerezni. Ja, mindjárt megmutatom majd. Úgyis vissza kell mennünk a városba. Bivin! Hogy ilyen drop... Van drop is. Van drop is. A három kötően 6 órás drop. Illetve két feliratkozás, ajándékozásos loot is van. Birdie. A modest fellowship expands. Praise the sun. Köszi szépen. Na, aki ajándékozott, annak a Twitch értesítések között kell majd keresni. A modest fellowship expands. Praise the sun. Így külön ki kell ütnöd, hogy tudj majd menni Wörtér 4-re kino. De miben játszol, milyen klasszal? Köszi szépen Bird, és köszi szépen a swag pergetéseket, srácok. Köszi a támogatást. Még csak World Tier 3 volt. De hát én azt hittem, te professzionális Diablo 4 játékos vagy. Ez itt durván néz ki. Köszi szépen srácok még egyszer a szegfergetést. Én kell ütni a World Tier 3-at is, 50-es dungeon, és a World Tier 4-et is, az meg 70-es. Ó! Oh, aha, akkor ez lesz. Aha. Capstone Dungeon. 60-on lement nagyon nagy nehezen, aha. A szép végén.
Szia, jó szémám! Üdvözlöm mindenkinek, srácok! Nagyon recsegnek a csonti. Hiányzik a Stone Carving. Ha és nem erre kell menni. Neki ezeket a cuccokat kellett nézni, ezeket a kereszteket vagy miket. A küldés csajszinak. Abban a szempontból jobb amúgy nekrózni, hogy ott nem nem múlunk annyira a CD-ken. Mert az a helyzet, hogy a mágusnál így az elején legalábbis nagyon sok minden múlik a CD-ken. A 45-ön ütötted ki a Capstone Dungeon-t? Aha. Hazra abominációt kell legyőzni. Mondja, hogy Aspect of Efficiency, és ez shorts is. Ha kasztolunk basic skillt, az csökkenti a mana kosztját a következő core skillnek. Neked újraíratott CD-d van? Jöhet. Az epikus, epikusabb, mint a csak simán írató. Minuszos vagy pluszos, Sticky? Not while I'm in town. Berzeus, Szóval én azt mondtam, hogy egy kétkezes fegyver kéne nekünk. Egy kétkezes fegyver. Na tessék. Meg kéne jelölnünk ezeket junknak, ami nekünk nem kell. Shadow damage over time, ez mondjuk pont jó. Execute-olni lehet az injured non-elite enemy-ket. Ez kék, az nem is érdekel, úgyhogy az alapból mehet. Darkness skill, summon skill damage, amúgy ez jó. Ez jó, ezt megtartjuk. Ja, mindjárt megnézzük a pacit, srácok, csak kilútolom gyorsan azt a helyet. Corpse Tendrilre kaptunk, hoppácska, a jelenlegén is az van. Ha tudjuk, kinél lesz, meló, ajaj. Voldemort nagyon nem fog örülni, ha még mindig itt vagy, Bádor. Main hand weapon damage. 80% main hand weapon damage. Én ezt eddig nem is vettem észre. 825.
Wow. Nem kell elérni az 50-et ahhoz, hogy tudjunk menni, az csak a szint követelmény, de nem feltétlen kell elérjük. Amíg van 7 vagy annál több minionunk, addig kapnak damage reduction-t a minionjaink. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Oké. Nyilván ez a damage csökkenés. Maximum minion life. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Hát nem tudom amúgy. 8-25, 7-71. Én erre rámegyek. Szentics, köszi szépen a két ajándékot, köszi szépen Hiszékenynek és Shinjinek. Jó lovagolásokat az új paripán. Shadow damage over time. Ellenállások. Ezt amúgy cserélhetjük is, simán. Jó. Injured elmeik rá a sebzés. Ez a Blight-ra adna amúgy. Shadow damage over time. Találkozunk ingyen, mert lenne már oksá. Amúgy ez jó lehetne, csak hát, hogy így amúgy a Blight-on kívül nem. Nem kell a többi. Rare stuff, druid stuffot találtunk. Shrine buff duration. Jó. Amúgy menő ez az item márkolás. Mit gondoltak, srácok? Minden össze azt mondod, old junk, az szétszed mindent. A basic skill 20%-os damage reduction-t ad 3,5 szekre. Amúgy ez is elég jó, ez is elég jó. A decreepify és az Iron Maiden, hogyha rajta van az enemin, akkor 40%-kal nagyobb ráadamunk, amúgy ez nagyon tetszik. Tehát a shadow damage-ünk sokkal durvább. Azt mondja a dragon, hogy I-1-től 9-ig, teszteled az ékezeteket? A Bloodlance-eset ezt félre rakjuk, meg ezt is. Ez meg amúgy nagyon tetszik. Kicsit amúgy is unalmas volt, hogy mindenki a piros véres lóval szalga. Hát most már nem lesz ilyen, most már a plebejusok is tudnak játszani. Ezt a Bloodlance-t ezt így nagyon erősítik az utcok. Jó, és akkor ugye azt mondtam, hogy ez tök jó lehet, mert hogy így jó statokat ad, csak kéne rá Legendary Power. Még gyorsan visszamegyünk a... Ja, nem is itt van. Not while I'm in town. Jó, eljött az idő, hogy új tabon ne tartsuk a gemeket. Vagy a legendarikat amúgy. Kevés a zsetonom, ez az obol? Ja, most nem tudunk gamblingezni. Szevasztok közben, srácok. Gyorsan még ezt elteszem. Ó, már amúgy nem kell sok.
Most már aztán tényleg nem kell sok. 5 pont kell konkrétan. Jó, most már meg is vagyunk. Most már meg is vagyunk. És akkor craftolunk gyorsan elixírt. Tök mindegy, csak lejjen belőle 10. Azt abból is 10. Az vék, az meg sima, nagyszerű. Igazából csak a fél órás buff kell nekem. Jó, és akkor paripa. Ott a paripásunk. Itt. Na. Ő az. Leveszem róla a dolgokat. Ugye ez az alap. Nem, bocsánat, ez az alap. A modest fellowship expands. Praise the sub. Ez a Deluxe és az Ultimate Edition-os. A modest fellowship expands. Ez a pre-order-os. És ez pedig, amit Twitch droppal jön. Őt lehet most megszerezni, hogyha legalább 2 ajándékot küldtek a csatornára. Wow! Ignore, köszi szépen az 5-ös ajándékot. Köszi szépen a támogatásodat. Köszi szépen, hogy Food Gabri, Drexi, Halacska, Drapfas és Tóth Tominak a feliratkozottságát lehetővé tetted ezzel. Köszi. Úgy kapjátok meg, hogy rá kell klikkeljetek jobb fölül. Hát hogyha böngészőből nézitek, van egy ilyen notification. És a notification-öknél ott lesz, hogy you received the reward for Diablo 4. Click here to redeem your code, vagy ugyanez magyarul. Vagy amilyen nyelven használjátok. Hoppá, srácok, lett egy trófeám. És ez nem karakter bind, hanem account bind. Minden mount armor és trófea az accounthoz tartozik. Ó, és lehetne venni Jézus! Lehetne venni 4 millióért egy cosmetic armort, értem. Hát persze, hogy megvesszük ezeket, van pénz. Van pénz, jól van. Same in English, így van. Úgyis lesz majd más hátas birdie, tuti, nem csak ló lesz. Trófákat a dungeonnek be lehet lootolni, igen. Na mit akartunk? Ja igen, megmutattam nektek a paripát. Ilyen rajta lovagolni. Ezen a sötét hátason. És akkor följebb kell rakjuk a world tierünket. Gyorsan feljebb rakjuk, srácok. Mindjárt nézzünk amúgy valami legendary power-t. Na, sikerült. Sikerült. Azt mondja, hogy aspect. Csak az én klasszomat mutasd. Igen.
Igen. Bone skill, igen. 8%-es él a távoli enemiket stunoljuk, és akkor 20%-kal nő a sebzésünk a stunolt enemikre. Valaki nem nyomja a World 3-on és farmol? Én pont nem, én most pont nem. Sewer. Critical strike from sewer, aha, tehát az pont a másik támadás, ez a rip. 10%-es él csinál blightot. Ami 20%-os bónusz damage-et nyom. Basic skill damage, damage reduction. Ha teni HP-n vagyunk, a Bloodormok 10 essence-t adnak nekünk. Kapunk egy darab primary resource, hogyha CC-zünk egy enemit. Bone Spirit, hát igen. A Bone Spirit-et minél távolabbról lőjük ki, annál több damot nyom. A golemünk 1% eséllyel csökkenti az aktív CD-ket 2 szekkel, 1% eséllyel spawnol korpszokat. És alkalommal, amikor megdamage-el egy enemit normál attack-kal. A shadow damage-ünk nő 30%-kal, hogyha az enemy van Creepy fej és Iron Maiden is. Amíg az Army of Dead aktív, a minionjaink 70% attack speed-et és 90% reduce damage-et kapnak. Na, hát ez mehet is abba a pillanatban. Lehet simogatni a kutyust, ha közel mész hozzá és rányomod a Hello emote-ot. Igen. Ja, a shield miatt nem látszódik. Greetings. És az hogy? A második dropot is már behúztátok, akkor már én is be tudnám, mi? Nem, nekem még kell. Azt mondja, hogy Skosglen. Most nézem, hogy ennek a helynek a neve az, hogy Korbács. A modest fellowship expands. Praise the sun. Először talál egy kultyust. Tehát akkor a sajátomat nem tudom simogatni. Na bakker. Valaki meg akarja simogatni az enyémet. A modest fellowship expands. Praise the sun. Fremox, nagyon szépen köszönöm a két ajándékot. Gratul a lovacskához, illetve nagyon szépen köszönöm Maloknak és Run You Fools-nak a feliratkozott vadásságot. A sétálós kutyus lett. Ó, azt hittem, hogy ami a hátamon van. Igen, ennek a helynek az a neve, hogy Korbács konkrétan. Ott volt egy, na ne szívas. A mellékküldiket, azokat így nem látjuk, hogy hol lehet felvenni, igaz? Aha, például ott is van valami. Jó, amúgy csináljuk meg azt a dungeont, amit kinéztem. Ja, nem veszem észre, mert nem legendás. Csűha! Hát ez jó messze van. Peregjenek srácok a szövegek Fremoxnak, Marlocknak, illetve Ryan UFO-znak.
Köszi szépen, srácok, a támogatásokat. Hoppá! Nem baj, ez a küldetés úgy is kell. A man has come to our small town. Many people pass through, but there is something. Tényleg strongholdokat is kéne csináljunk. Something enigmatic. Father Dimas has warned me against him, but. Köszi szépen, Démon Irtó és Partipi a pergetést. Köszi, köszi. Elfelejtettem amúgy ezt a GPS-t használni, így hogy oda tűzöm a célponthoz. Szávasz, Démon Irtó. Szávasztok, srácok. Jesus. Összeállultat. Vieres. Hoppá. Nem tud ugrani a ló? Egy akkor át lehetne ugrani az akadályokat. Faceless Shrine. Na ez kell nekünk, srácok. A Faceless Shrine. A második droppon már 75%-on van közben. Cathedral chest. I need more time. Hát itt is prizonereket kell kiszabadítani. Ez a szekta alapítós muzsika.
ez csak 2V, nem lesz meg időre. Hát ez nagyon nem lesz meg időre. Elsebem, köszi szépen. Még egy shrine. Ezek stackelnek, stackelnek, jól van. Ott van egy prisoner, sőt kettő is. És akkor már csak az utolsó kell. Közben ding-ding level 43, és megvan amúgy az utolsó prisonerünk is. Na, 60%-át tudja a Skeletal Priest healálni most már a csontiknak. Pont a másik oldalon hagytunk egy prisonert. Ja, nem nyomtuk végig. Azt hittem végig nyomtuk ezt a kart. Chamber of Purging. Vérobeliszket kell elpusztítani. Jól haladunk azért a World Tier 2-n is, srácok. Több fasz a talentvált el lehetne menteni, és lehetne többet. Ja, igen. Nem csak a transmogot lehetne elmenteni, hanem a talentvált is, igen. Az király lenne. Na, megvan egy Blood Obelisk.
Skeletal mage-ek iszonyatosan gyorsan meghalnak, pedig nekik még ki is van rakva, hogy több életük legyen. Ja. Ja, mondjuk ők a HP-jukból ölnek. Már értem, hogy miért halnak meg ilyen gyorsan. Ezzel mindjárt változtatunk is. Ugye ők korpszokat hagynak maguk után, viszont erre már így nincs szükségünk. Erre már így nincs szükségünk. Vulnerable-ből tudjuk tenni őket. A Shadow Mage-ek meg plusz... A Shadow kell. Stunolhatnak. Na, stunoló Shadow Mage jöhet. A Coldos amúgy az is nagyon tetszett, én azon nyomtam. Azon nyomtam amúgy azelőtt. Most ezt a izét akarom megnézni, hogy milyen, de nagy valószínűséggel a fagyasztón fogok maradni. De ezt nem próbáltam, az a helyzet, hogy kíváncsi vagyok, hogy így mennyire fogják nyomni a shadowsok. Shadow damage-et nyomnak, ugye a shadow damage-ünk az sokkal erősebb, ugye stunolhatunk is, 10%-es jelsztán. Hát ja, a fagyasztásnak lehet, hogy több értelme van. Ja. Ez a bónus viszont jobb volt amúgy szerintem a boss ellen. Nem is emlékeztem, Vega. Ó, most jut eszembe, hogy valamikor frissítettem az alapítóknak a listáját, akik ki voltak bannolva, meg ilyennek, azokat kivettem. Vagy akinek törölt volt az accountjuk. Úgyhogy most már neked is van alapító badge-ed. Kettő jó szerintem, csak mint a fagyi jobban benne. Ja persze, mert az többször jön, mint aztán a fagyasztás. Csak nyilván az nem megy boss ellen, úgyhogy igen, az így általánosságban jobb. Az így általánosságban tényleg jobb. Amikor még csak a PUBG ment. Ja, amikor majdnem egy év alatt beleraktunk 1000 órát. Hát nem ma volt. Hát nem ma volt, az biztos. Külön váltak a barátjával. De várja, itt valami event van? Édes Istenem. Menj már vissza! Hát ez nem lesz meg megint időre. Ez egyszerűen nem lett meg időre. Oh,
Hát ez most csak ilyen kis gagyi láda. Na mindjárt lecseréljük amúgy a fagyasztósra. Jó, és akkor most már lehet tovább menni. Oda föntre. És akkor azt mondja, hogy Skeletal Mage, Cold, és akkor a... Volt olyan, ami Essence-t ad, illetve ami Vulnerable létesz. Mert a Vulnerable. Szerintem Essence-ből van egy csomó. Úgyhogy nem kell a szánalom. Nem kell a szánalom essence. Van elég. Bár szerintem amúgy eddig az essence-essel játszottam. Chamber of Purging. Aztán... Ha már revive-ok vannak, nem lenne érdemes kimaxolni az átkokat? Nyomni a, hogy hívjákkal? Decreepify-val, meg az Iron Maiden-nal? De amúgy lehet, mert van rá tényleg egy tök jó gyűrű. Van rájuk egy tök jó gyűrű. Na most már megvan ez az Army of the Dead-es aspekt. Ez a 70% attack speed a minionoknak, és a 90% reduce damage. Ez amúgy nagyon jónak tűnt. Nem nyomtam el amúgy a potion-t. Na, nézzük amúgy. Nézzük, mik vannak. Azt mondja, hogy Best Necromancer Build. Na, azt mondja, hogy... Jó. Nézzük, mik vannak. Azt mondja, hogy Leveling Guide. Bone Splinter, Bone Spear, Corpse Explosion, Blood Mist. Hoppácska. Ezzel levelingelnek itt a népek. Minion Build. Azt mondja, hogy Bone Spirit Necromancer Build, Sewer Shadowmancer, Force Explosion, Sewer Blight, Shadow Blight, Blood Mist. A Blood Mist-et nagyon szeretik. Pillanat, srácok. Ez
Szóval... dekompozzál nyomulnak. Azt mondja, hogy úgy nyomják a dekompozzal, hogy a dekompoz nincs a skill baron. Blight. Lucky hit, csinál. Hopszokat, azt nem is tudom, hogy azt most kiraktam-e. Szevasztok, srácok, hali hali. Az most nincs is kirakva, mi? Aha, hát ez nincs is kirakva. És akkor a srác a Blight-tal játszik, és növelt sebzés a minionoknak, hogyha Blight-os az enemy, igen. Azt mondja, hogy itt van egy Skeletal Warrior Mastery. Aha. Na várjál, hát akkor nem is kéne, tehát a Lucky Hit-tel, nem tudom amúgy hányszor csinálunk Lucky Hit-et, nem tudom, hogy a Blight azt tud-e nekünk Lucky Hit-et csinálni. De hogy akkor a Huge Flash miatt nem is kéne amúgy a Reap. Meg... nézzük meg. Na várjatok. Ezerbe kerül. Van pénz. Jó, eddig tudunk visszamenni. És akkor... hogy csinálják ezek? Ó, tényleg? Hát persze. Na várjál csak. Hát persze. Hát nekünk ugye ez a Shadow Blight van kirakva. De átmehetnénk simán a Kalan Eseditre, hiszen most már nem Lilith ellen nyomulunk. Szevasztok, srácok. Na jó, tehát akkor azt mondják, hogy mehet a Decompose, tegyük ki. Oda akarunk rakni. De akkor itt kb. Mindegy, hogy mi van. Bone Splinter, Bone Spear, Blood Mist, Corpse Explosion, Corpse Tendril, Bone Storm. Ez jónak tűnik amúgy. Mármint amit így mondtál, ez jónak tűnik. Én most ezt az idézőset akarom egy kicsit jobban megnézni, kipróbálni, hogyha már ebbe az irányba mentünk el Lilith miatt. Miket alkotnak itt az arcok ebben a buildben. Na ez úgy van kirakva, hogy a Blight az level 1-es. Hogy a Blightot azt nem is húzzák ki végig. Érthető. Érthető amúgy, mert itt nem, tehát hogy ebben a buildben nem a Shadow Damage fogja csinálni a brutál damokat. Oké, okay, tehát ott van 3. És akkor Corpse Explosion-en van 1. És akkor a Blight fele megyünk el. És kell a Skeletal Warrior Mastery, ami ugye HP-t és damage-et ad nekik. Egyáltalán nem hülyeség. Aztán itt van itt olyan, hogy a corpse generál, mi az? A corpse konzumálás essence-t ad nekünk. Itt azt mondják, hogy érdemes teljesen kirakni. 3%-kal nő a damage, hogyha corpse konzumálunk, ezt viszont már nem javasolják. Jó. Hogyan tovább? Ebben a buildben van Decreepify. Mert a Decreepify-ja lehet növelni a sebzését, ugye? Ha enemit megütünk, miközben Decreepify-olva van, 15% eséllyel csökkenti a CD-t. Jó, hát kitesszük. És akkor itt rá kell mennünk a Close Enemy... Aha.
Többen, több sebzést kapnak. Na várjál csak. Érzem, hogy valami nem lesz jó nekünk. Ha valószínűleg amúgy ezek. Ezekhez még nem vagyunk elegendők. Viszont akkor leveszünk. Egy kicsit mindenből. Attack speed, minion damage bónusz az mondjuk pont kell. Protected life az amúgy nagyon jó. Ja, akkor ebből veszünk le. És akkor így ki tudjuk rakni ezt. Hogy a Dicky Rapify erősebb legyen. És itt pedig azt mondják, hogy a slow volt enemikre bónusz damage, ez nem kell. Jó, hát én hiszek nekik. És akkor az ott 3, az is 3. Ha, és akkor még Fortify-t is adna nekünk. Jó, itt akkor jó irányba mentünk el. Jó, csak egy csomó dologról levettük a pontot. De a skillek... A skillek azok nagyjából... egyesek, annyi, hogy abból majd kettes kell, majd. Golem Mastery is majd, az nem olyan fontos. És akkor hol van ez a... Igen, ez is majd. Jó. Hát ez a nekrotik karapance az... Ha, és akkor hol a golem? A gólemet is csak később rakjuk ki. Na nézzük előről. Annyit változtatunk, srácok, hogy megnézzük, hogy így hogy szuperál ez a build. Amit itt az interneten találtunk. Szimpatikusnak tűnik egyébként. Abszolút, abszolút szimpatikusnak tűnik. Corpse Explosion, jó irányba megyünk, ott az 3, ott az is 3. Oda 2 van majd, ott 3. Jövünk tovább, itt ezeket akkor ki tudjuk rakni. Oda is tudunk 3-at rakni. Amikor egy korpsz létrejön a skillünk által, vagy a minionjaink által, akkor kapunk Fortify-t, a base life-unknak a 6%-át. Jó, és akkor itt a Golem Mastery majd. Healing Amount, Attack Speed, és akkor a bónusz damage, hogyha közel vagyok hozzájuk, az is egy majd későbbi dolog. Jó. Na. Ne haragudjatok, srácok, ezt megcsináltuk, és mit mondanak? Skill tree pont, legendary power. Tehát pakoljuk a blightot. Aha. Annyi változat, hogy pakoljuk a blightot, oké. Okay. Honnan olvasom? Icy Veins-ről a Summoner Necro buildet nézem éppen. Na, azt mondja, hogy kell nekünk Shift-C, és akkor nem a Defender, hát amúgy igen, ez se kéne, tehát hogy a Skeletal Defenderek se kellenek már. Azt mondja, hogy a Reaper-nél a Reaper Skeleton csinálja nekünk a több Corpse-t. Uh-huh. Mini Skeleton Reaper. Van két pontod a Bone Spear-en, ha jól láttam, azt kirakod, vagy az fölös? Micsoda, komolyan? Ja, az csak itemekből, multi. Ami kék, az itemekből jön. Itt a Reaper.
Igen, és akkor ez kell nekünk. 15% esélyel csinálnak korpszokat. Semmi gond, Molten, semmi gond. A mágusoknál a bont javasolják, mert ezek a top damage dealerek. Megnézzük. Tehát itt az van, hogy life cost csökkentés. %40 increase damage. Valószínűleg amúgy erre kell menjünk. És a golemnél a bloodot javasolja. Igen, pont ezt a 15%-os damage absorbot. Jó, Paragon a board. Na hát ezt még nem is láttuk. És a legendary power-ok. A skeletal mage-ek szemet növelni kell, az oké. Okay. Magic bubble oké. Okay. Hoppácska. Aspect of the Void. Elmegyünk még egyre. Olyan kell nekünk, hogy Aspect of the Void. Aspect of the Void. Várj, és ez hol lehet megszerezni? Alok Anon. Returned. Az jó. Szevasz, Jedi. Köszi szépen a másfél évet. Peregjenek, srácok, a szvegek. Jedinek. Aha, tehát ezt a cuccot csak extraktálással lehet kiszedni, tehát az Aspect of the Void az így lesz. Tehát ugye az azt csinálja, hogy a blightos területre húzza az enemiket. Oké. Okay. Armor any damage-ből skeletal warriorok száma. Na ez a Blood Getter Aspect. Blood Getter. Nézzük, ezt honnan lehet kiszedni. A Blood Getter Aspect, ezt is csak extraktolni lehet, ez nagyon jó. Each time one of your summoning, igen, tehát az Aspect of Frenzied Death. Na és ez honnan lehet? Az is unknown, ez nagyon jó. Attack speedet kapnak. Na várjál, ez az attack speed az van rajtunk, úgyhogy ez nem kell. Attack speed, hol van? Damage reduction, akkor az attack speed az fegyveren lenne, aha. És akkor azt akartam rárakni egy fegyóra. Uh-huh. Szevasztok. Jó, akkor azt meg kell csináljuk. Ha 7 vagy több minionunk van, akkor damage reduction-t kapunk. Oké, okay, az megvan. Ha 10 vagy annál tovább szekik életbe vannak a skeletonok, akkor kapnak 20 vagy 30% damage-et. Aspect of Reanimation. Nem kell alaptámadás, nem kell a, hogy hívják, támadás multi képzeld ehhez a buildhez. Nem kell basic skill. Én is néztem, de úgy néz ki, hogy ehhez nem kell. Ilyen resource generálós. Na. Ha. Aldur Woodba kell menni.
Oké, tehát ezt a reanimációsat ezt meg tudjuk szerezni, és akkor megcsináltuk ezt az Army of the Dead-et is, aha. Na, hát megpróbáljuk rátenni a gyűrűre. Az okkultistához el kell menjünk. Az Essence még nem tudom pontosan, hogy honnan fog jönni. Ez egy nagyon jó kérdés. Kiderítjük. Beraktad a bőrönbe? Ó, mire gondolsz, főkolompos? Ne arra, hogy már annyi dolga nagyaltam, hogy már nem tudom, hogy mit mondhattam. Well, let's have a look. Tehát akarunk gyűrűre Codex of Power-t és ezt. Így van. Ládában nem volt ilyen aspected? Teljesen jogos, amit mondasz, ott van. Ott van. Azt mondja, hogy amuletten 50%-kal erősebb, kétkezes fegyverem pedig 100%-kal. Aha, jó, akkor ezt... ezt rátesszük a rátesszük a gyűrűre. És akkor ahhoz kell Abstruse Sigil. Salvage from an... Wow, a legendary-t kell szétszednünk, hogy ilyenünk legyen? Oké, okay, na ilyennel még nem találkoztunk. Úgy néz ki, hogy eljött az idő. Eljött az idő, srácok. Hol a wardrobe-unk? Világ másik felén. Olyat bonts, aminek nincs aspektje. Jaja. Mármint, hogy olyat bontunk, aminek van aspektje, nem azt akartam mondani? Na ezt a bubble-öset szedjük szét. Bár ez mondjuk pont a fullos, ezt nem szedjük szét. Na ezt szedjük szét, a kezdő nyakláncunkat. Bontásból nem kapod meg az aspektet, a bontásból alapanyag. Ja, vágom. Vágom, olyat bonts, aminek nincs aspektje. De hát minden legendary-nek van aspektje, nem? Mindegyiken van aspekt, mindegyiken van legendary power, nem? Vagy most valamit félreértek? Szerintem arra akarsz célozni, hogy olyat bontsak le, aminek a power-ét akár aspectból is fel tudom használni, mert akkor az haszontalan, úgymond. Na, azt mondja, hogy kivesszük ezt. Blood Surge Blight. Ja, akkor kivesszük ezt. És akkor az már kettő. Hát nem mondtam, ezt. Ja, azt akarom. Ja, hát ez így nyilván az elején szívás, mert nem tudom, hogy mi az, amiből csak aspect van, meg mi az, ami nem. Szóval most olyat bontok, amiből van dupla is. És akkor az talán nem pazarlás. Na hát azt például nem is tudjuk szétszedni.
Szevasztok, szevasztok, srácok. Üdv mindenkinek. Nagyon tetszik a game. Hát ez most szerintem amúgy pazarlás, amit amúgy csinálok. Nem is esett olyan cucc. Nem is esett olyan abstrúz sigil, viszont esett valami más, ami nem tudom, hogy micsoda. Szerintem Baleful Fragment, hát nyilván azért esett Baleful Fragment, mert ahhoz, hogy egy jewelryt kell szétszedni, értem. Jó. Értem már. Tehát nem mindegy, hogy milyen legendary-t szedek szét. Ez kemény amúgy, hogy ezt így szétszedték. Hiába szedsz szét 10 fegyvert, hogyha neked ilyen zsúlyos alapanyag kell. Na várjál. Tehát ezt csak úgy lehet, hogyha mondjuk azt használom fel. Vagy azt. Bloodlance, na nézzük, van még ilyen Bloodlance is. Aha, az pont másik Bloodlance-es. Moonstone. Bloodlance. Ez nem ugyanaz. Primary, tehát ez a kettő ugyanaz. Az viszont egy új Bloodlance-es cucc. Ja, amúgy elengedjük, tehát hogy oké, akkor szétszedem. Azt kéne megnézni, hogy melyiket lehet hogy megszerezni, tehát hogy melyiknek van aspektje. Azt kéne megnézni, hogy melyiknek van Bloodlance, igen, Already Lensed, ez pedig a Decreepify és az Iron Maiden. Olyat kell szétszedni, aminek nincsen aspektje. Oh Jesus. Na ez a reanimation-os, ezt kell majd csinálnunk, úgyhogy be is jelölöm. Ez nem az, ez pont a másik Bloodlance. Na. Aspect of the Damned. Na, azt akkor szét tudjuk szedni. Tehát szétszedhetjük. Ezt. Ezt meg nem tudjuk szétszedni. Ne haragudjatok, most csinálunk ilyet először. Most próbálunk összepattintani valami buildet, azt amúgy lehet, hogy nem is fog tetszeni. Ez a minion build. Na nézzük. Rúgy. Ott is van. Az a abstrus sigil. És akkor most egy, hát egy borzalmas zsűrűbe belerakjuk ezt a páv. Nem baj srácok. Most már benne van, az Army of the Dead-ünk erősebb. És akkor kell még nekünk egy olyan, hogy kell egy fegyver. Igen, ez a 7 damage reduction az jól jön. Azt mondja Rare Sword. Stunoltak. Rare Dagger. Damage over time erősebb. Distant enemy, basic skill damage, ultimate skill damage. Az Army of Dead az ultimate-nek számít. Itt van amúgy az aspekt, ami kell. Én egy fegyvert akarok, amire ezt ráteltem. Most azt keresem. Egy egykezes fegyvert. A gemek mellé. Nem tettünk el olyat a ládába.
nyakláncot tettünk a ládába. Amúgy nagyon jól néz ki ez a shield, ami nálunk van. Hát ott... Nincs olyan. Ki kéne, hogy ötöljük, hogy mi legyen, hogy legyen. Lehet, hogy kéne vennünk fegyvert inkább. Szóval ultimate skill damage, a basic skill damage. A basic skill damage az egyáltalán nem kell, hát akkor ezek alapján fegyver, ez a dagger lesz a nyerő. És akkor az inventory-ból pedig ezt behúzzuk, és akkor ez azt csinálja, hogy kapunk attack speedet a minionokra. Kovácsnál szokott random jó lenni. Jó van ez így. Egynek jó lesz. Be is raktuk az új fegyverünket. Nagyszerű. 639-es attack power. Annyit kéne még csináljunk, hogy kell gemeket craftolni. Tehát a fegyverbe damage overtime-osat lehet. Azt mondja, hogy van itt critical strike damage, overpower damage, basic skill damage, critical strike damage crowd control-os enemikre, ultimate skill damage és life on kill. Na miket javasolnak szerintetek? Fegyverbe a diamond az ultimate miatt. Oké. Okay. Hogy is van? 3-ba kerül, akkor craftoljunk már be ebből 3-at. Aha. Un socket ad, socket upgrade jewelry. Wow! Hogy tudunk majd ennél jobb gemeket craftolni, srácok? Az hogyan jön? Ultimate skill damage, az armorba zafír kell. Ja, és akkor kell még egy. Aha. És oda teszünk még a zsuelribe egy koponyát, mert a koponya az azt csinálja, hogy... Jó, ott van, ott lett volna a jobb gyémánt. Hát elbambultam, srácok. Elbambultam. Nem vettem észre. Most mi van, nem vettük ki? Ja, rosszul csináltam. ...11% ultimate skill damage. Szóval és akkor koponya... ...az meg armort ad. Biztos? Jewelrybe armort ad. Jó, hát én hiszek neki. Mondjuk nem tudom mit ad. Resistance, all resi, cold resi, aha. Jó, hát akkor mehet az armor. És akkor egy nagy koponyát rakunk bele. És upgrade-elünk itemeket is. Ilyeneket is csinálunk, srácok. Nem kell javítani semmit. Hát ennyit tudunk, a többi az már drága, az már legendary szétszedésből jön. Ott még nem tartunk, annyira nem vagyunk királyok. Jó,
És akkor minden mehet a szétszedésre. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Phoenix, hát nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat, az ötös feliratkozás ajándékozást. Köszönöm szépen, hogy Ádám, K, Randomiz, Tomi, Mortor és El Smire feliratkozottságát ezzel lehetővé tetted. Köszi, köszi. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Köszi, köszi. Peregjenek, srácok, a szvegek Phoenixnek. Our modest fellowship expands. Ó, és ehhez... ehhez oda kell menjünk, jól van. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Az a helyzet, Phoenix így még egy lovad is lesz a Diablo 4-ben. De mit szólsz ehhez? Köszi szépen a... az ajándékat. Kíváncsi leszel? Kíváncsi leszel, Multi, hogy ez hogy megy? Ne is mondd. Ó. Én is baromi kíváncsi vagyok, hogy hogy fog szuperálni ez a build. Na, tehát kell minion. Tehát az Army of Dead-del, hogyha kezdünk, akkor az nagyon jól megcsinálja nekünk a csapatot. Oké, és amúgy nagyon sok... nyilván ők egy idő után elhaláloznak. De életben lehet őket tartani, hogyha elég ügyes vagyok. Fel tudom őket hílálni? Aha. Figyelni kell arra, hogy életben maradjanak. Mert ugye minél tovább maradnak életben, annál több a sebzésük. Azt nem tudom, hogy azt hogy fogom menedzselni, hogy kim van átok éppen. Amit lejár a földről, ez meddig tart? Ezt mindjárt kiszámoljuk, srácok. A Decreepify az 10 szekig tart, oké. Okay. Jó. A hármas skillünk azzal az Army of Death-et nyomjuk. Tehát azzal robbantgatnak a csontik. És azzal lesznek amúgy sokkal, azzal nyomják a sokkal több damot. Egyébként. Nagyon fontos, hogy minél tovább életben maradjanak a csontik, annál több damot nyomnak. Majd legalábbis a buildben. Valaki meghalt, úgy láttam. És akkor még blindfoldolni kell, oké. Okay. Tyű. Hogy is van a client join? Rá kell keres arra, hogy vadászkunyhó, szevasz, ré. VK vadászkunyhó. Megmutatod a? Persze, megmutatom. Bizony, Phoenix, 2 darab feliratkozás ajándékozásnál a Twitch küld egy értesítést neked. Ez a kiegészítő, ez a Deluxe-sal és az Ultimate-tel jár, de amúgy így néz ki a ló maga. Ne szívassatok, hát nem is jó helyre jöttünk. Ennél csak ékezette beírni, hogy vadász és meg is találja. Na, köszi Fissa. Pontosítást.
Tehát arra kell figyelnem, hogy híleljem a csapatot. De ezek a bone csonték, ezek brutál damokat nyomnak állítólag. Nagyon kíváncsi vagyok. Na várjunk csak. Special edition az elnök, az ajándékok vagy az alapgémhez is. Hát ez a Loki nézet, armor, ez a izéhez járt. Ez a kiegészítő, ez a deluxehoz és az ultimatehez járt. Illetve a paripa is ahhoz járt. Na, hogyha majd lesz lovad, akkor lesz ilyen menő lovad, Phoenix. Mivel hílem a csontikat? A Skeleton Priest-tel, ami akkor jön elő, ott a tetejét, hogyha olvasod, hogyha megvan az összes skeletonunk, akkor hogyha nyomunk egy rész skeletont, akkor a Skeletal Priest jön, és akkor ő hílel. Neked nincs lovad? Ha majd lesz, akkor menő lesz. Dante, szevasz, köszi szépen a 14 hónapot. Nagyon jól miák itt a damokat ezek a... Izé, mágusok. Úristen, ez egy nagyon kemény shrine. Várjál, ott a boss! Ott a boss! Lövik a izé shieldet a szemetek. Nyertek már beljebb. Nézd meg, az tovább megy. Hú, itt nem tudom, nekem ez amúgy, ez a build, ez nekem amúgy így bonyolult így elsőre. Köszi szépen, srácok, a szvegpergetést! Ha majd tovább tudom healelni a csontokat, akkor majd jobb lesz a dolog. Ja, nyomni kell a szumonalást, hogy ne halljanak meg, ugye? Noob csontváz. Tényleg ez erre a melózási kitartást, Phoenix. Fontos, hogy a Blight-ot az enemy alatt tartsuk. Igazából meg kell szokni, az jó lesz majd ez. De... És akkor tépni fogja az enemit. Nem, már amúgy basszus pont. Most kapok konduitot, amikor nincs itt senki. Szóval meg kell ezt szokni nyilván. De egyszerűnek semmiféleképp sem mondanám. Ó,
tehát a Blightot kell tenni az enemy alá, decreepify-olni kell, le kell tenni alá a Corpse Explosion-t is, és akkor, akkor nagyon jó. Hű. Nem tudom eldönteni, hogy a szerver gond van, és ami a teleportálás, vagy a Twitch-nek van baja. Teleportálok, hogy érted? Az előbb azért teleportáltam, mert átalakultam konduittá. Ja, a Conduit Shrine az így változott meg. Arra gondolsz, persze. Lenne amúgy, hogyha csontik azok azt támadnák, akik amúgy én. Az segítene egyébként a helyzetem. De tetszik, ahogy csökkene egyébként a CD. Nagyon szépen jön az enemikről le a CD. Ki az, aki emlékszik, hogy miért jön le az enemikről a CD ilyen jól? Én már nem tudom ezt megjegyezni. Annyi mindent csináltunk az előbb a Dildel kapcsolatban, hogy ezt így most nem tudtam megjegyezni. Van olyan nekrobild, amiben nem kell csodni? Persze. Van ilyen. Amúgy ezt a kettőt valószínűleg meg kéne cseréljük. Te jössz oda, az pedig oda. Vagy a csonti idézés lehetne úgy a bal klikken. Vagy a blight. Mit tudom én. Jó. Van, barbárnak hívják. Csak nekem kicsit laggy a game. Nálam nincs gond. Hogy nézett ki, hogy vissza... Ja, ez, amit az előbb láttál, ez sajnos... hát ilyen van. Igen, ez sajnos benne van a balkliban. A balklikkel erősítjük a csontikat. Vannak ilyen akadozások sajnos. Ahogy élnek haza az emberek, úgy egyre több lesz. Zoom a 30 korps, 30 second. Kerjön és Eater láttam ezzel. Na hát most így gyakoroltunk. Éles ez a váltás a Reap, Bone, Shadow skillhez képest. Ja. Abszolút. De igazából a Reap-re nem volt szükség, hiszen látjátok milyen jól generálódnak a korpszok, tehát az amúgy tök jó, ami szokatlan az, hogy ennyi mindent kell figyelni, hogy így fenntartsuk a dolgokat. Vicces, hogy ez a szemgiftes ló nagyobb, mint a többi, ha váltogatsz egyikről a másikra látszik. Komolyan?
Hát akkor már csak ezért megéri számgyiltán járni. Ez a burstunk egyébként, amit most láttak. Jelenleg. Ennyire tudunk burstálni. Érdekes. Nézzük a boss-t. Ja, amúgy nyomunk már egy mizét. Single target, nagyon meg vagyok vele elégedve. Ha always-ni kell, akkor már annyira nem. Akkor már túl sok mindenre kell figyelni, de egy single targetre tök okés. Mit szóltak? Azért nagyon lazán ledaráltok. Ennek a Dennek mennyi anyja van már? Én még csak most töltem meg a másodikat. Ja, jól dolgoznak a lények. Abszolút. Na, és itt az új aspekt, amiért harcoltunk. A skeletonok minél tovább élnek, ugye? Tehát 10-ig, hogyha élnek, akkor 20%-ig is felmehet a plusz sebzés, hogyha jól értem. ...20%-kal többet damolhatnak. Szia Belfegor, hello. Úgyhogy ezt valamire rá kell pattintsuk. Na nézzük, mi az, ami nem kell. Bone Storm, na tehát egy nadrágra. Uff. Az kéne egy jó nadrág, ugye? Mindegy, csöves nadrágra is jó lesz. Csöves nacira is jó lesz. Na, egy kesztyű. A kesztyű is jó. Attack speed, sword, aha. Bloodlance, milyen jó, hogy bloodlance-es. Vegyünk amúgy, vegyünk kesztyűt. Közben megfertőztem a baráti társaságot, és kb. Egy másfél után mindenki bobozik. Most már nem kell majd Mythic Plus-ra elevgézni. Hoppá! Ez mekkora királyság, Phoenix. Bárcsak lennének a barátaim. Na nézzük azt a lovat. Azt mondja Áni, hogy a subgiftes ló sokkal nagyobb. Tehát nagyobb lovat mindenkinek. Nézzük csak. Subgiftes ló nagyobb. Amúgy tényleg, srácok, hát nézzétek már meg. Konkrétan nagyobb.
Ez a legnagyobb ló. Wow! Itt a durva váltás. Hát mert ez már egy igazi csődör. Megérte srácok, igaz? Már megérte a számgift. Hatalmas csődörötök lát. Na azt mondja, hogy... ...20% movement speed. Ha injured vagyok és elnyomok egy potit, 20% movement speed 2 second. Az meg ugye barriert ad. Látlás. Na nézzük, mit árul a kovács. $182,000. Hát nem, kösz. Jól van. Jó lesz az. Jó lesz az, srácok. Jó lesz az. Szóval ő lesz az illetékes. Be kell törnünk egy armort. Van betörve armorunk, azt hiszem. Ide jövünk az oku. Oppá! Potion capacity. Tessék, közben ilyeneket csinálunk. Ott az okkultista. Amúgy ez a hely tetszik. Itt csak a wardrobe van messze. Cerigárban. Na tehát, Ratyi kesztyű, kódex, skeleton, és úgy, nagyon jó. Kettő kellett, de nem baj, a miénk megéri. Ott is van. Rütty, húzunk rajta egy kicsit. És akkor most a skeletonoknak még több sebzése lesz. Viszont az is látszik, hogy nagyon kevés a... Nagyon kevés a pénzünk. Na. Azt mondja, hogy kollekció... Bocsánat, itt nyomkodom össze-vissza a gombokat. Bone Prism, Bone Spear, Bone Spirit, Basic Skill, Blood Orb, Torn, Sacrifice, Bloodlance, igen. Lehet-e kölcsönadni? Rendes tőletek, de nem kell, srácok. De hogyha meg az volt a kérdés, hogy lehet-e egyáltalán trédelni goldot, én úgy tudom, hogy nincs trédelés. Kapunk a maximum essence-t a miniononként. Melyiket is szedjük ki. A sacrifice bónuszok 15%-kal durvábbak. Ugye ez pont ahhoz kell, ami build nem használ minionokat. Na, az ott van. Nézzük. Lehet adni másnak goldot, tudom, mert én is adtam. Ja, akkor goldot lehet adni, csak át. Ja. Hát akkor hülyességet mondtam. Valamiért azért rémlett, hogy nem lehet trédelni. Na tehát, mount, és akkor húzunk. Konkrétan már vannak weboldalak, ahol goldot tudsz venni. Wow! Hát ez várható volt.
sárga itemet lehet kidobni, de azt hittem, hogy a tréderés... Van konkrétan tréderés a játékban? Persze, fish, persze. Kereslet, kínálat. Ott se vagyunk. Jaj. Ó, most látom, hogy meglett az összes droppom. Dollárért megy achievement és off-clevering. Azok nem izgatnak, ami így izgalmas volt ezek a ilyen bugok meg glitchek közül, az az volt Phoenix, hogy torgasztáltal buffolt petekkel ölnek mythic bossokat, mind raidben, mind mythic pluszban. Ez sokkal izgalmasabb volt nekem. Kámfor, köszi szépen az ajándékot, köszi szépen a támogatásodat. Peregjenek srácok a szvegek. Rohadt sok korps van itt a földön. Köszi szépen, Kánfor, rendes tőlem. Itt most az a feladatunk, hogy mindenkit megöljünk. Jó, ez fogja. A hírgem körül néha megjelenik egy keret, az micsoda, ez a Fortify. A Fortify kérlek szépen attól van, mindjárt mutatom. Amikor egy korps megformálódik, létrejön a földre, akkor vagy skillből, vagy minion által, akkor a Fortify ad 6% base life-ot, ugye, mert hogy Fortified-ba kerül a 6%-a a base life-unknak, és ez ugye stack-kel, tehát gyakorlatilag az a nagy keret, az egy plusz HP. Újsz, köszi szépen az ajándékot neked is, köszi szépen srácok az ajándékaitokat. Köszi
szépen a... Az ismét. Köszi szépen ismét az ajándékot. Peregenek srácok Whisnak a szvegák. Köszi szépen, hogy Pézsma TV és Zuzlánknak a feliratkozottságát lehetővé tetted ezzel. Az, ami szívás, hogy nem tudom irányítani a sereget. Ez nagyon, nagyon kellemetlen, hogy nem tudom irányítani a sereget. Köszi szépen, srácok, ismét a pergetést. Meg is kaptad az összes droppot? Na, királyság. Királyság is. Amúgy így, most, hogy már játszottunk egy 20 percet, fél órát ezzel a build-el, így most már nem is olyan bonyolult a dolog. Nyilván éles volt a váltás, de amúgy... Éles volt a váltás, de amúgy rohadt jó ez a build. Olyan egyébként van, hogy nincs kire, kinek ajándékozni? Olyan nincsen. Mindig van valakinek ajándékozni. És mindjárt el is mondom, hogy mi alapján megy, hogyha valaki addig nem írja le a chatre. Szóval úgy van, hogy bárki, aki egyszerre betévedt a csatornára, az kaphat feliratkozást. Optimalizálni lehet az majd az, hogy ne nyomkodja akár végtelen sok papot. Meg hogy mindig fönt legyen a Creepify, meg mindig lent legyen a Corpse Explosion. A legfontosabb képességünk, hogy ne halljanak meg a karakterek, és akkor az nagyon jó. Szóval azért van a bal klikken a summon. Elütötték a nullát a 300-ak? Ja, és a 87 ezer az csak a követők szem, annál több ember nézett be a streamekre. Ugye? Hát ez, amúgy ez a build, így, hogy ráállt az ujjam. Jobban tetszik, mint az eddigje. Ajaj. Ajaj. Hát ez a mérgezés, ez azért odarakott egy kicsit.
hát figyelj, amiatt szerintem egy ideig még biztos nem kell izgulni kerépen, hogy 87 ezer ember feliratkozik rám egyszerre, és elfogynak a elfogynak a lehetőségek. Ja, hogy kis csatornánál? Azt nem is figyeltem, hogy olyat ért el. Helyett még az is? Nyilván menő lenne, de a realitások talaján nem hiszem, hogy ilyen bekövetkezik. Annyi srácok hiányzik amúgy ebből a buildből, hogy skeletal warrioroknak a számát még meg lehetne növelni. Bárcsi! Bárcsi, nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Köszi szépen a két ajándékot. A modest fellowship expands. Raise the sun. Köszi szépen, srácok, a szvegfergető. Köszi szépen. Köszi szépen még egyszer. Greed Shrine. Jön a Big Man is, srácok. Köszi a bérletkiváltás, Deathman. Stream után megcsinálom, hogyha addig nem csinálja meg egy Discord moderátorra. Altar of Immolation. Jézus. Sok enemy. Na, azt tudom, hogy hol vagyok, srácok. Hoppá, megjött a főni. Tudod megnézni a neját a Discordben? Hát úgy, hogy rákattintasz a neveddel a Discordben, és ott van, hogy 2023 DBL-et, ugye megnézem. Szerver bélet, zárulják 2023, akkor ott van. Amúgy a 2023-as majd 2023 végén fog lejárni, szóval hogyha van, akkor nem kell amiatt izgulj. Amúgy lesz szerverbérlet leárazás júliustól, bocsánat, úgy lehet már, hogy ezt most mondom, ne haragudj. Úgyhogy ha szeretnétek majd Discordra jönni, akkor olcsóbb lesz majd a dolog.
Hoppá, mindenki kapott egy jó kis fírt. Na, healing amountot az feljebb toljuk egy kicsit. Van pont bőven? Oké. Okay. Fele annyiba fog kerülni egyébként majd. Amúgy aki feliratkozó, Nitro boostolója a szervernek, vagy Patreon-os támogató, annak egyébként is van hozzáférésem. Olyan jó lenne látni néha a státusz effekteket, hogy például melyik enemy meddig van megkörzölve, vagy például meddig állnak a pocsolyámba. Ez most egy kicsit nekem nehéz ezt így átlátni. Tudom, sokszor mondom ezt, de értetek. Na nézzük. Ez ilyen játszik könnyedség volt gyakorlatilag. Plusz Santi amúgy igen, csak jön. Ja, csak az a gond, hogy az nincs aspektban, tehát azt ki kell farmolni. Azt ki kell farmolni, mert azt csak extraktolni lehet. Azt csak extraktolni lehet sajna. Szóval köszi szépen Elcsi az Újvinak és a Morterónak ajándékozott feliratkozást. Köszi, srácok. Köszi. Köszi szépen. Nem tudom, amúgy érdemes ezzel szórakáznom, hogy így asztal, hát ez már két szoketes armor amúgy. Szóval nem tudom, amúgy érdemes lenne ezzel szórakáznom, hogy így átnézem, hogy ezek milyenek. Valószínűleg amúgy igen. Nem véletlenül lehet sárgából legendaryt csinálni, de hát megmondom őszintén. Ehhez most nincs kedvem, pedig amúgy nagyon kéne. Olyan, tehát hogy nagyon megérős. Fortify generálós, gyűrű, lucky hit chance, blood surge. Az például két szoketes. Kétkezes kasza, stunolt enemikre, vulnerable-ökre. Ultimate skill damage 20%. Bloodlance. Jó, hát a kékeket, azokat alapból lehet. Két szoketes kasza. Ugye ez is nagyon jónak tűnik. Attack speed, int strength. Shorts is cuccot kaptunk, hát ez nyilván a shortsinak jó lenne, de szétszedjük. Crit chance. Na ezt nézzük. CC duration. Üdv mindenkinek, srácok. Ultimate skill damage. A basic skill damage az nekünk egyáltalán nem kell. Slow duration reduction. Rank of blight, na tessék. Shadow damage over time, damage to injured enemies. Kivégzések. Shadow damage. Vulnerable damage. Damage over time.
Damage to slowed enemies. Na tessék, amúgy az akár még jó is látna. És egy szürke naci. Hoppa, az ott megmaradt valahogy. Amúgy király. Király. Király ez a build. Meg se néztük amúgy mit raktunk be. Ez egyelőre még sok. Na. Tehát ami nekünk kell. Ocean capacity, igen. Mi az, amit megcsináltunk? Ja, Skazglen. Kegyisztán. Kegyisztánnál plusz egy skill pont lenne. Jó. Kegyisztán. Aha, tehát ott. Mi jó segít? Pereg ezerre a diablózás. Peregelz erre a diablózás. Na tessék, itt még van egy küldés. Thank you for bringing this to me. Thank you for bringing this to me. Hoppá, tessék, ennyi már van is egy skill pontunk. Na nézzük. Hanyadik fejezet? Ez már a végjáték, kérlek szépen. Már befejeztük egyébként a végigjátszás, szóval most már nincsen. A második kettő drop azok micsodák? Azok olyan cuccok, amik... Jézus, atya úristen maga! Azok olyan cuccok, amik így a hátra mennek, ha jól emlékszem. Trofik, mint a kiskutya a hátamon. Moga, hát nagyon szépen köszönöm az ajándékot neked is. Te is most már tudod használni a menő paripát a Diablo 4-be, ugye? Vagy valakinek oda tudod adni a kódot is akár. Amelyik szimpatikus, nagyon szépen köszönöm maga a támogatásodat. Köszi szépen, hogy Kekerényi, Mr. Jegi, Kregex, Joki, Tipca, Alexis, Tivit, Matthew, Estehét, Sorsvitéz, Little Jean, Barty, Bagyi, Dominika, Dius és Lagordon feliratkozott vadásságát lehetővé tetted ezzel. Köszi szépen maga, igazán rendes tőled. Srácok, tessék szépen pergetni a szvegeket magának. A modest fellowship expands. Praise the sub. Praise the sub. A modest fellowship expands. Praise the sub. Ráragudjatok, még egyszer át kell néznem itt a skilleket. Bedobod Discordra a paripát, hát micsoda. A modest fellowship expands. Micsoda felajánlások maga. Köszi szépen. Igen, igen. A modest fellowship expands. Nagyszerű. Amúgy ez is megzavaró lehetett neked, Multi, hogy ott fehéren írja, hogy egy, de amúgy az egy kék egyes. Praise the sub. Corpse Explosion, igen. Igen, az is ott három. A modest fellowship. Köszi szépen, srácok, a szegpergetést. Ó, na, ott van. Erre is tennünk kell, ezt nem is vettem észre. Minél közelebb van hozzánk az enemy, annál több a sebzés. Ja, mert ez ilyen végső. Nem, ez nem végső. Jó. Na hát akkor pakolászunk erre is itt. A modest fellowship expands. Praise the sub. Sub the praise.
Our modest fellowship expands. Praise the sun. Az igen, Kedzsisztánba itt jó pár területet meg se néztünk. Az komoly. Ott 7 perc van lejár, az egy nap. Az PvP? PvP-s terület? Na hát, akkor most már tudjátok, hogy hova nem megyünk oda. Az is ott 7 perc. Hát akkor oda nem megyünk, srácok. Az már Dry Steps. 45-44. Azt mondja, hogy igen, 85, és akkor Potion Capacity. Plusz egy skill pontért még mehetnénk a Skozgelembe. Az még annak számít, jó. Szevasz, Liam, szevasztok, srácok. Úgy mindenkinek közben. Na. Ú, de jól néz ki amúgy. Nagyon szép. Nagyon szépen verődik vissza a fény a páncélról. Pedig, hát itt még csak nem is vagyunk szépen beöltözve. De nagyon, nagyon jól néz ki. Igazából már az is plusz pont, hogyha megcsinálnám azt a dungeont. Köszi, köszi a pergetés, kacok. Area discovered, area. Area. Na, még egy terület felfedezve. Iszonyatosan sok korpsz generálódik itt. Szóval azt beszéltük, hogy rámegyünk a World Boss-ra. Mennyi megcsinálni, srácok, ezt a World Tier 3 Nightmare-es questet? Mennyi idő? Mennyi idő volt nektek, vagy mennyi időt láttatok, hogy így mennyi időbe kerülhetett másnak. Csak hogy nagyjából kalkulálni tudjak, hogy most akkor neki menjek ennek a feladatnak, vagy csináljunk még ilyen felfedezést. Nekem 10 perc. Aha. 10 perc volt level 50-en, aha. De nem kell a level 50. You know the scar? A vége durva. Hát megnézzük. Akkor. Megnézzük, srácok. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen. Aztán max pofára esünk. Maximum pofára esünk. Ott 50-es mobok vannak? Srácok, ha nem lesz meg, akkor nem lesz meg, akkor legalább tudjuk, hogy milyen, de legalább ti is látjátok, hogy mit várhattok majd ott.
Szóval ezt mondta a Tree of Whispers, hogy ide menjünk. Mi ez a nagy piros démon? Ez egy vérgólem. Szóval animuszt kell gyűjteni. Aha, hát igen, ezek 50-esek. Az a probléma. Hát igen. Igen, ez. Itt még lehetnek gondok. Nagyon esnek izé. Az a gond. HP potion. Már a paragon szint örök? Nem, még csak 44-esek vagyunk. Aha, jó.
Mágusok azok nagyon oda teszik magukat. Szia, lovag. Szép a lovag, meg ilyenek. Hú, nagyon szedi itt az embereimet. Eltűnt. Teleportálsz ennyit a szemét. Ha lehetne irányítani ezeket a csontikat, sokkal gyorsabban meghalnának. Jó, nekünk oda kell mennünk. Szia, lovak, hello! Nem irányítom? Nem, sajnos. Semmivel sem tudom irányítani. Az átok annyit csinál, hogy jobban sebeznek rá a mobok. És ennyi. És akkor még lehet a másik irányba is menni. Hú. Hát nagyon kíváncsi vagyok, srácok. Akik tolták, azok biztos azt mondják, hogy hát ez úgy se fog menni. Amúgy én is így állok a dologhoz. De hát mindjárt kiderül. Ez hihetetlen, hogy kiszakadt. Mi sejtésem lesz, hogy így fogunk elporladni, mint ahogy majdnem most az előbb elporladtunk. Szerintem még ha a küldét meg is csinálod, nem is penaltit fogsz kapni level 50 alatt a Worthy 3-a. Aha.
Nem baj, legalább anyukámnak elmondhatom, hogy megcsináltam. Ha megcsinálom, persze. Amik itt esnek, azok nem erősebbek? De a legtöbb az igen. A szintkülönbség miatt meg nem is tudom használni. Ja, most már lehet depozitálni. Szevasz, madari, mai menü. Vér könnyekkel. Amúgy... Berget a pirítós, kérlek szépen. Előrébb. Még előrébb. Amúgy a full zabálás adja a resource, most nézem. Úgyhogy tényleg jó helyre raktuk a gombot. Most már ezt is kiderítettem. Aha, megjöttünk. Embereknél láttak ilyen szellemlovat, ezt nem tudom, hogy honnan szerezhették, mert shopban nincs ilyen. Na, mindjárt biztos megválaszolja valaki elni. Jézus! Valaki nyomja a feltámasztást, ahogy látom. A Lord Commandert azt valami kell.
van. Nézem már valahogy. Mindegyiknek egyszerre kell halnia. Mindenkit le kell csapolni. Még kéne húzni mobokat, mert úgy jobban megy. Ja. Hoppá! Ez jó. A poison az nem a barátunk. Itt nem pakolok fel. Tessék. Egy kis armor. A szemtesztán olottunk, vagy valami volt.
Jó legy ez a hely. Ezt mindenkit meg kell ölni. Jól bírom. Lassan már negyed órája öljük. Ami szívás, mert hogy a World Boss-nál ki fogunk lépni. A World Boss miatt. Hogyha addig nem végzünk. Milyen gyorsan lejár a CD asztalról. Ha őt fogjon a boss. Nagyon tetszik ez a build? Hát én nem gondoltam, hogy... Jézus! Már csak 19 van. Most akkor leraktam? Leraktam az átkot, oké. Okay. Azt nem tudom, hogy különböző vörtéreknél különböző időben jönnek a bosszok, de az előbb együtt öltük a tier 1-esekkel a... Mert ugye a tier 1-esek és a tier 2-esek együtt ölték. Úgyhogy bízom benne, hogy egy időben van. És akkor még egy van, ő állítólag. Travel to the curator's chamber. Az hol van, srácok? Az fölfele van, mi? Kurátor. Jaj, ne!
Ott is van. Ott is van. Na, hova kell menni, srácok? Köszi szépen, köszi szépen. Hova kell mennünk a World Bosshoz? Megyünk akkor World Tier 3-on. Ha át tudunk menni, persze. 44-es szinten megcsináltak, hát ez rohadt jó. Ott is van. Boom! Sacred itemek. El se olvassuk, majd elolvassuk utána. Na. És akkor hol a World Boss? Az helyzet, azt se tudom, mit kell keresni. Incense crafting unlocked. Na, megkeressük itt az interneten, 4 percünk van. Mert hogy ezt aztán nem tudom. Nem jön most World Boss, komolyan. Akkor lehet, hogy nem jön. Shit! Twitch dopok játszanak-e? Nem néztem még meg őket in-game. Fél órával már előtte mutatnám a... Az a helyzet, hogy azt tudom, mit kéne keresni. Azt tudom, hogy mit kéne keresni így a térképen. Itt látom, hogy van ilyen filter valahol. Valahol van valami filter, azt hiszem. De gőzöm sincs, hogy amúgy mit kéne keresni. Volt ding, ezt hogy érted, főkolompos? Hogy volt ding? Várjatok. Hali, lenne egy visszaszemlálós csík felette. Ó, tényleg ilyen kis izé, köszi Nakia, tényleg. Akkor nincsen. Szent háromságszerű jelet kell keresni. Ja igen, szintet léptünk, meg lett a 45, köszi Nakia. Tényleg ez abszolút igaz. Lenne egy kis csík, hát akkor nincsen. Akkor nincsen World Boss. Jó, akkor még jó, hogy nem léptünk ki. Akkor viszont kéne csinálni egy ilyet, mit szóltak. Stronghold-ot. Minden harmadik órában spawnol a World Boss, de most nincsen. De most nincsen, srácok. Ti is azt mondtátok, hogy nincsen. És senki nem jelzett next eventet a Diablo 4.life per trackers per world kötőjel bosses oldalon. Úgyhogy abból sejtem, hogy akkor most nincsen world boss. Nézd át, tehát ott lenne a kis izé. Tehát ott lenne a kis, hogy hívják, csíkos, amit a Nakia mondott. Event fölötte egy csík, most már így, hogy mondta, hogy csík, úgy már megvan, hogy lennie kéne. Legközelebb 6-kor jön, okés. Ha 6-kor jön, 6-kor jön. Bármi, mikor is öltük? 2-kor? 2-kor öltük. Tehát akkor az nem 3 óra. Kötözködös jánter. A izét öltük el. Azt a boss-t öltük. Én tier 1-en mondjuk akkor még. Ami a puzzle ringes boss. Ezt lehet, hogy nem gondoltuk át.
Ne dobál hozzá, légy szíves. Ezt nem gondoltuk át, de igen, amúgy tier 2-n elég lenne menni, ezt jól látjátok, de malnokot megnézzük, ha már itt vagyunk. Szerintetek? Mit gondoltak? Sokat akar a szarkami. Szép halálom lesz? Legalább nem HC-n vagyunk. Hoppá! De jó lenne, hogyha jönnének a csontik amúgy. Ha legalább lehetne ölni az enemit. Szia! Hát abban nem láttam semmit amúgy. Mondom. Azt tudom, srácok, hogy ez egy írtó kemény boss volt nekem. Át kellett talentoljak is. Még a bétában. Kéne alá csontvázat rakni, tesákok. A szintet kevés, legalább egy cuccokkal kéne tolni majd. Aha. Aha, tehát most itt kell felfele menni. Hello? Ratma majd segít rajtunk. Team. Na kérte te csapatod a Diablo 4-et egyébként? Még kell egy srácok. Hoppá, konkrétan partipi komposztál, ez azt jelenti, hogy partipi nekrózik. Gondolom én, ez azt jelenti. Ha ott beszoroltunk, és kéne balra menni. Akkor jól gondoltam. Tényleg amúgy szintet léptünk. Jól van, malnak előtt elköltjük azt a pontot. Thank you.
megint lefagytunk. A mountot meg lehet kapni kétszer, semmi trükközés, nyerészkedés, szándékom nincs, csak páromnak adtam a kódját az előbb, és amiatt kérdezem, hogy tudok-e még egyet magamnak. Hát, szerintem olyat csak akkor lehet, hogyha másik accounttal csinálod a giftet. Anka. Ha tippelnem kéne. De szerintem, aki 5-5 giftelt, nem tudom, Phoenix itt van-e még. Vagy aki többet giftelt, mint kettő, hány kódot kapott végül. Mert szerintem csak egyet. Na azt mondja, be kell menni. Én bent vagyok. Ez már az. Oké, kezdődik. Official kezdődik a dolog. Frostborn, tényleg úgy hívják. Júj! Frosthorn. Semmi? Akkor jó. Én is már csak az, srácok. Most hogy is szabadítjuk fel? Ja, azt ott megkongatjuk, nem? Akkor el kell beszélnem, hogy ő számgifteljen, de szerintem is túl sok visszaélési lehetőség. Biztos amúgy árulnák. Mondjuk szerintem így is amúgy árulni fogják. Lemerem fogadni, hogy árulni fogják majd ezt a Twitch droppos kódot. Lord Féri, köszi szépen, hogy megprime-oztad a buksimat. Köszi szépen a támogatást. Ó, és be is teltünk. Na! Meg ilyenek. Srácok, elképesztő dolgok fognak most jönni. Felvettem egy sapkát, ami brutálisan menőn néz ki. Szóval köszi szépen Lord Féri a 33 hónapot, hogy újra érkeztünk, és köszi szépen a Prime-odat. Köszi szépen, hogy a Prime-odat te is rám használtad el. Köszi. Na nézzek. A herbálos cash már nem fér ide. Na, mindjárt. Ott a csík, de ez valami más. Hát akkor ez nem a World Boss. Jó. Köszi szépen, srácok, a pergetéseket. Köszi szépen. Hogy mi a Necro? 44-esen most megcsináltuk a Vörtír 3 állokkot. És most vertünk el egy Stronghold boss-t. És azt mondtuk neki közül, hogy inasba leszel rakva. És inasba raktuk. Na! Tehát felérted a T3-at? Nice! Ja, energy elé! Hát figyelj, nem számítottam erre.
Mondjuk ez amúgy úgy van, tehát úgy sikerült ezt megcsinálni, hogy konkrétan... Na várjál, ez most még egyszer itt van. Ja! Wow! Ez nem... Mi? Ó, bakker, össze-vissza nyomkodom itt a gombokat. Igen. Szóval felvette ezt a fejemre, ja, és akkor ilyenkor kikapcsoljon. Megijedtem. A sorci meg szinte használhatatlan. Sorcinál nagyon kellenek a CD-k, én azt vettem észre. Akkor lehet nagy burst-eket kinyomni. Ez? Na, ez? Konkrétan ez? Milyen menő néz már ki, basszus? Mi az a pajzs? Na ezért kezdtem Necrot. Ha valaki kérdezi, miért kezdtünk Necrot, ezért, mert ilyen badass cuccai vannak. Ilyen rohadt menő cuccai vannak. Ez amúgy az a cucc, ami volt a D2-ben is, ez az az armor. Ez. Na várjál. Hát ezt nem fogjuk tudni összeállítani. Ez a sapka sajnos nem passzol hozzá. Várjatok. Igen. Ne haragudjatok, de ezen rendesen... Hát beszarok. Beszarok, hogy mi ez a kinézet. Kár, hogy kardokat még nem törtünk össze, ez a kis penge nagyon bénán áll a kezünkbe. Sztorival végeztem? Persze. Persze. A modest fellowship expands. Praise the sub. Úgy, nem tudom. Kiskutya ide, kiskutya oda, kikapcsoljuk. A modest fellowship expands. Praise the sub. Az a gond, hogy átklippel, én úgy vettem észre, hogy átklippel ez a pajzs a kiskutyával, úgyhogy... Hát ne haragudjatok, de... gyorsan elköszönök, mert ezután kell egy 5 perc. Hát, nem tudok mit mondani, annyira rohadt jól néznek ki az armorok. Beszarás. Na, mi az, amit most elértünk? Hát az a helyzet, hogy buildet váltottunk, egyrészt buildet váltottunk, aspekteket szedtünk ki, és végül, ja, öltünk World Boss-t is az elején, és akartunk most a végén is ölni, de most nem jött World Boss, és megcsináltuk, hogy unlockoljuk a Nightmare-t, tehát hogy most már Nightmare-en tudjuk tolni 45-ös szinten. You have returned. Ez elképesztő. Elképesztő, milyen progress történt így a mai napon, egybevetve azzal, hogy amúgy még ma történt az is, hogy megöltük a fő boss-t, megöltük Lilith-et. Nagyon kemény volt a sztori, baromira tetszett. Nem azért tetszett a sztori, mert hogy nagyon agyafúrt, nagyon csavaros, meg mit tudom én, hanem hogy így, ahogy összerakták. A Blizzardos quality érződött rajta, és
Hát... Kell egy este, hogy ezt így megrágjam magamba, hogy ez egy milyen jó élmény volt. Az meg, hogy most ennyire jól tudtunk haladni a nekróval, hát ez meg különösen jó volt. Aki egyébként arra kíváncsi, hogy mit tud ez a sorci, milyen brutális klívje van neki 35-ös szinten, és amúgy 30-astól nagyjából ezt a buildet nyomom, érdemes visszanézni a legutóbbi streamnek a majd a végét, mert ott meglátjátok, hogy annyit látok, hogy minél több enemy jön, annál jobban prügy-prügy, bum-bum meg ilyenek. Nagyon durva volt. És hát nagyon szépen köszönöm, srácok, a figyelmet, remélem, hogy élveztétek a diablózást, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásaitokat, remélem, hogy sokan be tudtátok húzni a lovat, illetve a droppokat is. Én még a héten fogok diablózni, érdemes figyelni a menetrendet, de aki esetleg nem nézte volna, annak mondom, holnap délelőtt is diablózunk, illetve lehet, hogy délután is, és a WoW-ot skippeljük. aztán mi van még itt? Csütörtök délután is diablózunk, és pénteken délután is diablózunk. Lehet, hogy egész héten diablózni fogunk. Szegény Darkest Dungeon. Szegény Witcher. Szegény Zelda.